A rendelkezésre álló adatok alapján egy 15 éves kísérinő megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy megjelent egy Jászapáti ingatlannál, majd ott a 82 éves tulajdonostól rosszul létre hivatkozva vizet kért. A sértett először nem dölt be a trükknek, de a fiatal besúrant a házba és amíg az idős hölgy telefonált, addig a konyhából készpénzt, a melléképület fagyasztójából pedig édességet és élelmiszert lopott el. A gyanúsított a következő napon nagyszülei Jászberényi házához ment, ahol 92 éves nagypapája és 88 éves nagymamája lakik. A nyitott ajtón észrevétlenül bement a földszinti szobába, melynek ajtaját magára zárta. A szobában kutatni kezdett és megtalálta a nagyapja nyugdíját, melyet magához vett, de mivel ott létére fény derült, az utcára néző ablakot kitörte és azon keresztül távozott. Ha ez még nem lett volna elég, az unoka másnap délelőtt megkérte egy női ismerősét, hogy terelje el nagyszülei figyelmét, amíg ő ismételtem besúran a házukba. A megbeszélt terv alapján egy jászíványi férfi vitte a két nőt Jászberénybe. A nagyszülők házához érve a 28 éves Jászladányi nő becsengetett, és egyik rokonáról kérdezte a kaputnyitó idős férfit. Eközben unokája hátulról be a házba. Az egyik szobában kutatást végzett, ahol az ágynemük alatt 150 ezer forintot talált, melyet magához vett, majd később bűntársaival a kocsiban szétosztott. De nem sokáig tartott örömük, mert a rendőrök rövid időn belül mindhármukat elfogták és előállították a jászapáti rendőrőrsre. A bűntársakat lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, de mivel az unokának több is van a rovásán, őt összesen három rendbeli lopással gyanúsítja a nyomozó hatóság.